Egy friss végzős és egy tanár a Magyar Iparművészeti Egyetem vizuális kommunikáció tanszékéről. Jó estét, sziasztok! Jó estét, szia! Kezdjük a diák a friss végzettel. Most már pontosan mi vagy te, mi a te megnevezésed? Én vizuális kommunikáció szakon végeztem mozgóképen. Mozgókép, videó, animáció. És mi lesz a névjegyedre nyomtatva? Nincsen névjegyem. Egyaránt csinálok autonóm és alkalmazott animációkat, meg mozgóképeket, arculatokat, és most a legutolsó munkám, az egy főmunkatárs voltam a Bartók Béla Csodálatos Mandarin animációs változatának. Tehát itt olyanképpen animátorként dolgoztam. Látványtervező, animátor, figuratervező. Meg hát volt neked most egy olyan projekted, ez volt a diplomamunkád, hogy a saját önarcképedet készítetted el, de nem úgy, ahogy ezt mi elképzeljük, ahogy most látunk téged a saját arcképeddel, hanem a DNS láncolatot mutattad be. Igen, ez a Szirtes tanár úrnak volt látványtervezés órán egyik feladata, a minta metamorfózisa, és abból indultam ki, és egy kettős önarckép lett a végeredmény, ami flash animáción belül készült, és az ösztönös és tudatos énnek a harmóniájára épül. Egy folyamatos dimenzióváltást láthatunk, és tulajdonképpen ez egy formabontó önarckép mindenképpen, nem csak azért, mert mozgóképes, hanem azért, mert ugye a hagyományostól eltérő módon ábrázol engem. Egyébként látjuk is közben, tehát nem kell, hogy ezt a bonyolult látványt most nekünk elmagyaráz, mert igen, pont itt. Éppen ezt látjuk. Tanár úr, hányas kapott erre Marian? Marian az egy nagyon jó tanuló, ha ilyet mondhatnánk. Nagyon régóta nagyon jól teljesít, nagyon őszinte lány, és nagyon őszinte gesztusai vannak. Hihetetlen komoly felkészültsége van, természetesen ötöst kapott. Ez azért nem általános, nem mindenki kap itt ötöst, ez egy nagyon nehéz szakterület, nagyon sokrétű, rengeteg komoly dologról van szó, nagyon sok szakmát érint ez a problematika, gyakorlatilag ezek így ilyen furcsa szavak, de a vizuális kommunikáció, ami behálózza az egész életünket, gyakorlatilag határtalan most a felhasználási területe, főleg amióta ez a digitális technika dúl, a mozgóképes tervezés, és az állóképes, tehát már a fotó is gyakorlatilag digitális területen van, rengeteg szakmát ér, fel se tudnánk sorolni ezt a sok szakmát. Mondjon néhány szélső értéket. Tényleg, csak vegyük az úgynevezett videó-audiovizuális tervezést, ahol hát indulhatunk abból is, hogy hát van egy olyan autonóm képzőművészeti vonatkozás a dolognak, ahol videóművészeti produkciókat, videóinstallációkat készítenek. Tehát ezek önálló művészeti alkotások, elmegyek a kiállítóterembe, teszem azt, és megnézem egy ilyen hagyományos formában. Pontosan. De vannak alkalmazott felhasználási területek is, és mostanában elég sok olyan megrendelés van, ahol a flash animáció. Mondanál erre? Például a jövő héten kedden lesz a, nem tudom, hogy lehet-e üzleteket mondani, egy bútorboltban a Tonettel kapcsolatban, Asbóth Kristóf szervezésében egy körpanorámás vetítés. Ott az volt a feladat, hogy négy jel megy ki, ami egy körre, egy félkörre lesz vetítve, a téma a Tonett volt, és ők szeretnék ennek az autonóm részét is majd bemutatni. Egy ilyen videós, animációs feszti körképhez hasonlóan, és ugyanúgy lehet cégek arculatát megadni céges bulikon, akár rendezvényeken. Ezen a körképen hányan dolgoztatok? Ezen egyrészt lesz videó, azokat nem ismerem, mi az animációs részét csináltuk egy barátommal, és az volt a kihívás benne, hogy négy monitoron kell gondolkozni, ami ugye a néző egy félkörnek fog fel, tehát tulajdonképpen 4x7x25x76-os képet adunk, amit mi külön készítünk el, és azután egybe látják, tehát ez így technikailag is egy kihívás volt, meg a látvány is újszerű lesz. Marian, te olvastam rólad egy ismertetést, amit részben te írtál, és abban te büszkén mondod és vállod azt, hogy te egy csomó olyan dolgot is csinálsz, ami nem kapcsolódik szorosan véve a művészethez. Tehát háztartás vezetsz, otthon is csinálsz egy csomó dolgot, ami rendben van, és ezt nyilván mindenki csinálja, csak nem mindenki vállalja ezt mondjuk az önéletrajzában.
Ezt az önéletrajzomban olvastam? Egy leírásban rólad, igen. Egyes szám első szemében volt, hogy gondoltam, hogy a tekezet nyomát is viseli. Igen, igen, háztartást is vezetek, mert ugye bár nő is vagyok egyben, és művész mindennel együtt, ami ezzel jár. Jelent ez valami szerepzavart neked? Valami, nem biztos, hogy jelent, kérdezem, hogy jelent. Természetesen nem. Természetesen nem. Tehát ez abszolút egybe. És az időd mekkora részét teszi ki mondjuk a konkrét vizuális dolgok alkotása, legyen az bármi DNS önarckép, vagy valami konkrét és dolog. És a magánélet? És hát mondjuk minden más. Minden más. Hát ez a munkáktól is függ, mert nagyon sok éjszakázás van, tehát ugye leadások miatt, ugye ez egy olyan szakma, ahol határidők vannak, és tehát nem az a napi 8 órás munka, hogy reggeltől estig dolgozunk, hanem a határidő számít, és így bizony az ember nagyon sokat éjszakázik. A legutolsó munkánál, a Mandarinnál, amit egy másik tanárom rendezett, a Bartók Béla csodálatos Mandarin animációs változatán, az utolsó egy hónapnak konkrétan hajnali 3-kor csörgött a telefonom, és reggel 6-kor keltem. Emtor Géza volt ez a tanár, akivel csinálta a Mari ezt a nagyszerű és nagyon izgalmas munkát. És hát ez például egy új példa erre, hogy tényleg a kép és a hang is együtt van. Itt már nem lehet elképzelni egy vizuális tervezést úgy, hogy hang nélkül, ahol a Géza ezt nagyon szépen kitalálta, hogy a Bartók csodálatos Mandarinjára olyan vizuális világot teremt, amit ott helyben kever alá gyakorlatilag az élő koncert alá, ami egy hónap ezelőtt volt a premierje, és a Kocsi Zoltán vezette zenekarra. Köszönöm szépen, lesz még szó vizuális művészetekről ma itt.